Bolony Árpád visszavéste Orbán Viktort felcsútig, addig a parasztgazdáig, aki most az országot vezeti. De abban a pillanatban, hogy Orbán Viktor elgyengül, azon kapja magát, hogy hülyékkel van körülvéve. Az lesz a nemzeti identitás, aminek megfelelően éppen zsarolják Orbán Viktort az FSB-től. Most miért is akkor a Magyar Péterre szavazzak? És azt kéne érezni, mint amit a Gyurcsánynál kellett érezni. De ez nem megy. Nem megy. Mert a Magyar Péter az nem Gyurcsány. Tehát én nem hiszem. Nem, én őszintén nem hiszem, hogy Magyarországon valaha is politikai erőszakra kerüljön a sor. Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel. Üdvözlöm Önöket, ez a Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális és közéleti műsora, Ficsor Benedek vagyok. Mai vendégem Puzsér Róbert. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Publicista, a Magyar Hang állandó szerzője, akivel hát 56-ról fogunk az 56-os megemlékezés kulturális vonatkozásairól és sok egyéb aktualitásról beszélgetni. És kezdjük is akkor ezzel, ugye ezt 22-én veszük fel a beszélgetést, tehát nem tudjuk még, hogy pontosan mi fog történni. Az azonban már tudod, hogy Orbán Viktor a Millenáris Parkban tartja az ünnepi beszédét, ami egy jól körülhatárolható aprócska, legalábbis egy tömegrendezvény mércével mérve aprócska terület. Mit üzen ez szerinted, ez a helyszínválasztás? Hogy visszaszorult a Fidesz a jelentőségében is, és a jelentőségéhez tartozó ambícióiban is. Persze nem az államvezetési jelentőségében, hanem a narratíva diktálási képességében, és az ahhoz tartozó pillanat uralására vonatkozó lehetőségeiben egyszerűen visszaesett, visszazuhant. Bázist vesztett, pillanatot vesztett, elvesztette a Pesti utcát, és elvesztette a kommentmezőt. Hogy ez véglegese, erre még nem lehet mérget venni, de legalábbis tartósnak tűnik. A kegyelmi ügy kirobbanása óta a Fidesz látványosan nem találja a narratívát. Nem ők uralják a pillanatot, pedig ők hirdették meg a pillanat uralását oly fölényesen, szellemi dominanciájuk tudatában, mint a politika formálásának posztmodern 21. századi móduszát. Ennek ellenére most már lassan fél éve, több is, mint fél éve, bottal ütik a pillanat nyomát. Nem ők uralják a pillanatot, hanem a pillanat uralja őket. És itt olyan ügyek pattannak ki, amilyenek a 14 év folyamán nem voltak. Ha egy ügy a közgondolkodás meghatározó jelentőségűvé duzzadt a magyar nyilvánosságban, akkor azt mindig az ellenzék, vagy ellenzéki sajtó, nagyobb részt ellenzéki sajtó, kisebb részt az ellenzéki politika pattantotta ki, szivárogtatta ki, gerjesztett ügyet, leleplezések, oknyomozások, egy kiszivárogtatás. Ehhez kellett mindig is az ellenzéki nyilvánosság. Most eljutottunk oda, hogy nem kell az ellenzéki nyilvánosság. Magukat járatják le. Orbán Balázs bemegy a Mondiner szerkesztőségébe. A Mondiner szerkesztőségében a Mondiner készít egy interjút Orbán Balázzsal. Ott van Orbán Balázs, aki a ideológiáért felelős főembere Orbán Viktornak. Ott van a Mondinernek a szerkesztősége, akit elvileg az alapján választottak oda, hogy azért talán csak értik, hogy mi volt 56-ban, vagy mit jelent az, hogy én ártatlan életeket fölöslegesen oda dobni, és hogy ez vonatkozik-e Pongrá, vagy nem is, inkább azt mondom, hogy vonatkozik-e Angyal Istvánra, vagy vonatkozik-e a Mansfeld Péterre.
és ők maguk elkészítik a lejárató anyagot az állampárt ellen, és ők maguk kirakják önként. És a felvétel után a Orbán Balázs nem mondja azt, hogy gyerekek, ezt vágjuk ki innentől idáig. És az Orbán Balázs mellett nincs ott senki, aki azt merné mondani, vagy azt találná mondani, hogy ezt ki kell vágni innentől idáig, ez nem mehet le. Nincs a szerkesztőségben senki, aki azt mondaná, hogy mit csinálunk. Nekünk az lenne a dolgunk, hogy propagáljuk az állampártot, nem hogy szétverjük, és az ellenkezőjét csináljuk. Mit érezhet Rogán Antal egy ilyen helyzetben, hogy megfizeti ezt a sok semmire kellőt, akik ahelyett, hogy semmit se csinálnának, már beljebb lenne Rogán Antal, ha semmit se csinálnának, csak elinnák a pénzt, vagy innának, vagy szexelnének, vagy aludnának, hát mind jobb lenne, mint lejáratni az állampártot. Hát most egy nagyon hasonló szituáció volt, amikor Orbán Viktor nemrég állandó kiállítást avatott a Néprajzi Múzeumban, és előadta, hogy 2022-ben még a Covid-járvány előtt voltunk, még a háború előtt voltunk, még a szankciók előtt voltunk. Hogy nem emlékszik 2022-re? Hát az 2 évvel ezelőtt volt. Az volt az ő dicsőséges nagy győzelme az egyesült szobanövényei fölött. Ezek fölött a bonsai törpenövények fölött, amiket úgy tartott polpozícióban magával szemben, hogy mindig azokkal szemben kelljen megvédeni a rendszerét. És ezek a növények, ezek összefogtak ellene, és ő háborús körülmények között egy Covid-járvány által megtépázott gazdaság közegében győzött 2/3. Arról szólt az egész kampánya, hogy nem engedi Magyarországot belesodródni a háborúba. Hát arról szólt a kampánya, hogy Márki-Zay Péter bele fogja sodorni Magyarországot a háborúba, de Orbán Viktor megmenti. És most 2024-ben Orbán Viktor nem emlékszik arra, hogy 22 májusában a járvány után voltunk, a háború után voltunk. Ez nagyon fura. Azért fura, mert Orbán Viktor nem szabadon beszél. Orbán Viktor jegyzetből beszél. Ezeket a jegyzeteket egy szövegíró stáb írja neki. Most, hogy szövegíró stábbal együttműködésben készíti a jegyzeteit, vagy egy szövegíró stáb elé rakja a jegyzeteit, ebben nem látok bele. De hogy ott egy szövegíró tím dolgozik azokon a jegyzeteken, az biztos. Tehát ez a tévesztés, ez a jegyzet benne nem lehetett benne. Ebből aztán az következik, hogy Orbán Viktor nem a jegyzetére támaszkodott, hanem megpróbált úgy beszélni, szabadon beszélni, ahogy réges-régen, még a 90-es években, amikor még showman volt, amikor még ez a sziporkázó, slágfertig politikus volt, aki ellenállhatatlan volt, és aki szabadon beszélt, jegyzetek nélkül, és sosem vétett volna ilyesmit. Most ő elbizonytalanodott, és elgyengült. Én azt hiszem, elgyengültnek érzi magát. És ezért egy olyan erőforrásból próbál, egy olyan belső erőforrásból próbál meríteni, aminek a készleteit már réges-réges-rég kimerítette, már 20 évvel ezelőtt. És hogyha leás oda, ahonnan annak idején ezt a hallatlan önbizalmat, ezt a hallatlan jelenlét, a jelenlét erejét, ezt hívják úgy, hogy karizma, merítette, ott ma már nem talál semmi más, csak bizonytalanságot. Ezek a tárnák üresek. Hát Orbán Viktor már nem az a showman, aki akkor volt. Orbán Viktor egy reality hős, aki elkülönbözésre meg azonosulásra vadászik a identitás demonstrációival, meg a megbotránkoztató identitás elrettentéseivel nagyjából. És ugye a megosztás a lényeg, ha gyűlölik, neki az is kamatozik, ha szeretik, neki az is kamatozik, sőt, akik gyűlölik, azok rajongókat generálnak a másik oldalon, mert így működik a társadalom, sőt, a 21. században így működik a polarizált közgondolkodás és közélet. Már nem az, aki volt. Habony Árpád visszavéste Orbán Viktort felcsútig, addig a parasztgazdáig, aki most az országot vezeti. Tehát
kvázi levéste róla azt a kultúrmázat, amit a mindenféle Soros Györgyök meg Vermeer Andrások fölkentek rá. Most ez oda már nincs visszaút. És én azt érzem, hogy amikor egy ilyet téveszt, akkor ő ebben a bizonytalan helyzetében oda próbál visszafordulni, vagy visszahátrálni. De hogy ilyen tévesztést kétféle esetben követel egy ember. Az egyik eset az az, amikor úgy darál egy szöveget, hogy nem gondol bele abba, amit mond. Ez a jobbik eset Orbán Viktorra nézve. A másik eset az, amikor tényleg rosszul emlékszik. Na ez a rosszabbik eset Orbán Viktorra nézve. Eddig, hogyha egy vitában, politikai vitában elhangzott, hogy hát Orbán Viktornak a morális integritása nincs teljesen a helyén, akkor mindig az volt erre a reakció, hogy na de hát kompetens. Kemény kézzel vezet, és a vezetői alkalmasságát nem lehet kétségbe vonni. És eddig ez így is volt. Ez nem fért kétség. Nem, én szerintem nem a jó irányba, de hogy képes arra, hogy vezessen, az nem volt kétséges. Most, minthogyha ez bizonytalanodna el. Most, minthogyha ez a vezetői képesség, ez a megfellebbezhetetlen kompetencia, az, ami elkezdene feltöredezni, vagy elkezdene omladozni. És ez lehet annak a jele, mert az, amit most Orbán Viktor mondtál, az nyilván az ő tévesztése, viszont akár Orbán Balázs, hát mondjuk elszólása, legalábbis ő ezt elként definiálta, akár ha még jobban visszamegyünk, hogy a kegyelmi ügy, elég sok olyan dolog történt, ami megint csak nem jellemezte korábban a kormánypártot, hogy ez a többi hiba, ami részben független Orbán Viktortól, az is ennek köszönhető szerinted? Tehát, hogy mondjuk a enyhült a kontroll, és akkor az önjáróvá váló politikusok maguktól hibáznak, vagy mi történhetett? Szerintem két fontos faktora van a zavarodottságnak, ami most uralkodik a Fidesz házatáján. Az első az az, hogy Orbán Viktor a kompetencia versenyt hátra rendelte, és a lojalitás versenyt előre rendelte. Tehát a lojalitás fontosabb volt, mint az alkalmasság, mint a képesség. Ebből aztán kibontakozott egy kontraszelekció, amelynek a nyomán mindenki árnyéka, minden a hatalmi gépezet minden szereplője árnyéka annak, aki lehetne, hogyha a kompetencia lenne a szempont. Hogyha mondjuk, de természetesen a lojalitás is nyilván fontos, hogy egy vezető megbízzon azokban, akiket kinevez. Csak itt az arányok olyan mértékben eltolódtak, ami már extrém. Tehát a lojalitásnak olyan referenciái vannak megkövetelve, amelyek sehol máshol nem elvárhatóak, és nem is elvártak. És a kompetencia pedig olyan mértékben lett hátrasorolva a lojalitáshoz képest, hogy az egész rendszer úgy volt fölépítve, hogy itt Orbán Viktornak kell kompetensnek lenni. Lázár Jánost azért büntette meg és száműzte a teniszszövetség élére Orbán Viktor, mert túl kompetens volt a kormányinfókon. És Orbán Viktor szorongani kezdett attól, hogy a Lázár mennyire jól adja elő. És ez Orbán Viktor, ennyire ne legyen már kompetens egy államminiszter, vagy egy kancellária miniszter, hogy Orbán Viktornak szorongania kelljen miatt a teniszszövetség. Na és akkor ennek lett ez a következménye, hogy itt mindenki bizonytalan a saját képességeiben, természetesen, mindenkinek bizonytalan lehet a rendszer bármelyik tagja a képességeiben, és ezt a bizonytalanságot mindenki a lojalitás demonstrálásával pótolja ki. Mindenki munkahelyet nyalás. Ez a előrelépésnek, ez a karriernek az útja a NER-ben. És ez persze jól megy, amíg konjunktúra van, és amíg Orbán Viktor kemény kézzel fogja a gyeplőt. Addig ez egy jól működő modell. De abban a pillanatban, hogy Orbán Viktor elgyengül, azon kapja magát, hogy hülyékkel van körülvéve. És hát tényleg ez a helyzet. A Orbán Balázs, az ő főembere, úgy hívja, hogy politikai igazgatója, nem is értek, hogy ez mit jelent,
hogy politikailag igazgatja a miniszterelnököt, és nem értesült arról, hogy 1956 szent és érthetetlen, és hogy az 56 mártírjai azok nem fölöslegesen odadobott életek voltak. És utólag sem. És utólag sincs ott senki, aki ezt észrevenni. Szóval ez az egyik. A másik az az, hogy itt van ez a nagyon kontraszelektált mezőny. És ezeknek 14 évig nem volt semmi dolguk. Semmi kihívás előttük. 14 éven keresztül megéltek a hűségükből. És most teljesíteni kéne, és most föl kéne venni a fonalat, és most el kéne kezdeni rendesen újságot írni, rendesen politikát gyártani, rendesen koncepciót adni, és nem megy. Nem megy. Mert eddig a semmi is elég volt, és most már egy fél éve nem elég a semmi. Hanem kéne valami. És szóval az a helyzet, hogy most le kéne cserélni a komplett káderállományt. De nem lehet lecserélni, mert egyrészt nincsen még egy, amit így most honnan elő lehetne rántani. Másrészt meg már az attitűdjében, a szellemiségében, a megrögzöttségében az egész rendszer, Orbán Viktor, Kövér László, a rendszer hívei, a rendszer talpasai már túljárnak, rég messze túljárnak azon, hogy vissza lehessen fordulni ezen az úton. Most már nem lehet a kompetenciát visszaállítani a lojalitás helyére, mert az egész rendszer felépült. Az egész rendszert nem lehet alapjaiban leváltani, vagy megváltoztatni. És most hatalmas tanácstalan, én hatalmas tanácstalanságot látok. És az a tény, hogy Magyar Péter faszfogdosásával próbálják megfordítani a számukra rendkívül kényelmetlen politikai folyamatokat Magyarországon, hogy jóformán a háztáji ellenzékük, amit Orbán Viktor olyan lelkesen nyesegetett vissza a kis bonszáj növényeit a kis kertjében, most kirohadt úgy, ahogy van, és ennek a helyére föltört alulról egy hatalmas gyökérzetű fa, és áttörte a parkettát. És most ebben a helyzetben kéne valamit csinálni. De nem volt felkészülve sem Orbán Viktor, sem a rendszere egy ilyen kihívásra. Orbán Viktor maga használta azt a kifejezést pár hónappal a kegyelmi ügy kirobbanása után, hogy rémálom. Úgy tűnik, hogy még mindig nem sikerült felébrednie belőle. Erre később rá akartam kérdezni, de a szóba hoztad, akkor ugye ez a Magyar Péter nemi szervének tematizálása a kereskedelmi tévé, és aztán a kormánymédia egyéb mély bugyrai részéről, ez szerinted a választók színvonalának szólt, tehát belőtték egy nagyon-nagyon-nagyon alacsony szintre, hogy akkor nekik, őket ezzel még meg lehet szólítani, vagy tényleg ennyi maradt már csak a csőben? Szerintem arról van szó, hogy kétségbe esettek, tanácstalanok, de valamit csinálni kell. Valamit gyártani kell, valamilyen tartalmat gyártani kell. És erre futja. Nem tudom elképzelni, hogy akár egyetlen egy olyan Tisza szavazó is lenne, akit elbizonytalanít ez. Ráadásul a saját narratívájuk, meg a saját identitásuk is tagadja és meghazudtolja ezt a lejáratási narratívát, amit most ők gyártanak. Hát ők a macsók. Az, hogy valaki fogdossa a faszát. Hát ilyenek a férfiak, nem? Ettől férfiak, nem? Úristen! Ez most vissza kéne találni a úri kisasszonyok prüdériájához? Ebből az ordinári macsóságból, amit egyébként nyomatnak 14 éve, nem fog menni. Hát nincs is ki, tehát az van, hogy ezek adhok próbálkozások, mintha egy szerkesztőség próbálkozna megtenni azt, amit lehet. De abszolút nincs az az érzése az embernek, hogy ezek a kormányzati kabinetirodán, azt hiszem, hogy így hívják a propaganda minisztériumot az állampárt berkeiben, Rogán Antal ezt magas szinten
megtervezte volna, vagy Habony Árpád és Rogán Antal közösen, mint egy koncepciót megtervezte volna, és végrehajtotta volna, ahogy mondjuk a rezsicsökkentést annak idején. Hogy ott egy terv, egy tervezettség volt érzékelhető, és működött. Most nem ezt a tervezettséget érzem, hanem ezt a próbálkozzunk valamivel, amiben igazán nem is hiszünk, hogy működni fog, de muszáj próbálkoznunk, mert látnia kell a vezérkarnak, hogy támadunk. Tehát egy ilyen kamutámadás, vagy egy ilyen alibi támadás, mert azért a NKVD-től nem akarjuk lemészároltatni magunkat, tehát mi háborúzunk, de a győzelem reménye nélkül, úgy érzem. Aztán természetesen ez a helyzet még változhat, mert bármi változhat a politikában, de a trendeket érdemes nézni. Nem is az állapotot, tehát nem azt, hogy most 2%-kal marad el a Tisza a Fidesztől, vagy 4%-kal marad el a Tisza a Fidesztől, hanem azt kell nézni, hogy mi történt az elmúlt fél év alatt, honnan jutott a Tisza hova, honnan jutott a Fidesz hova, honnan jutott a DK hova, a Mi Hazánk hova, a Momentum hova, a Kutyapárt hova. Tehát, hogy azt kell látni, hogy az teljes ellenzéket elöntötte a Tisza, és részben a Fideszt is elöntötte már. Tehát az a tény, hogy persze nagyon-nagyon sokszor, nagyon-nagyon nagy meggyőző erővel adták elő a Fidesz holdudvarában, meg a Fidesz környékén tevékenykedő értelmiségiek, meg elemzők, hogy nincs olyan, hogy kiábrándult fideszes, hogy ez nem létezik. Hát az a helyzet, hogy a Fidesz már elvesztett 10%-ot. Hát 10% fideszes már nem fideszes. Tehát nem igaz. Tehát ez, sokszor mondják, hogy nincs ilyen állat, de az a helyzet, hogy ez az állat, ez most már egy jól láthatóan 10%-os mozgást végzett a Fideszből a Tiszába. És ezt a folyamatot kellene Orbán Viktornak megállítania, ha most lenne a választás, még nyerni. Ha most lenne a választás, már nem lenne kétharmada. Ha most lenne a választás, egy kétpártrendszerre lehetne berendezkedni. De nem most lesz a választás, hanem az még egy másfél év. És az alatt, a másfél év alatt, ha nem tudja visszaszerezni a kezdeményezést, a narratíva diktálásának a képességét a Fidesz, ha nem tudja legalább részlegesen visszaszerezni az utcát és a kommentfalat, beláthatatlanok a következmények 26-ra. És akkor még 30-ról nem is beszéltünk. Tehát itt elsősorban nem azt kell nézni, hogy ha most lenne a választás, mi lenne az eredmény, hanem az elmozdulást, a tendenciát, hogy mi zajlik, és ez a folyamat, ez történik. És ezt a folyamatot kéne megállítani, vagy megrekeszteni, vagy megváltoztatni, vagy a medréből kiterelni. Erre terv sincs jelenleg, hogy fogják művelni. És ez ugye sokszor elhangzik, hogy a Fidesz szavazótáborának egy jó része a hatalom vonzása, jó részét a hatalom vonzása tartja ott. Ahogy azt is sejthetjük legalábbis, hogy mondjuk azok a funkcionáriusok, akik szerepet vállalnak ebben a kormányban, a NER-ben, azok azért kellően pragmatisták ahhoz, hogy ha egy jobb ajánlatot kapnak, akkor nyilván családot váltanak. El tudod azt képzelni, hogy egyszer csak, mint mondjuk, hogy a fekete lyukból kiszökik a fény, és akkor, bár ez egy elég béna párhuzam, de mondjuk, hogy akkor, amikor úgy érzik, hogy a Tisza már erősebb, vagy legalább annyira erős, és a jövőjükre gondolva nekik talán jobb lenne átpártolni, hogy el tudsz képzelni egy ilyen névvándorlást mondjuk most a funkcionáriusok tekintetében? Igen, el tudok képzelni, sőt, ilyet már láttunk. 2006 és 2010 között a gazdasági nagyhatalmak, vagy a gazdasági erők zöme átsorolt Gyurcsánytól, vagy az MSZP holdudvarából a Fidesz holdudvarába. Ez lezajlott. És olyan közszereplőknek a színeváltozása övezte ezt, mint Fási Ádám, például, aki megvallotta azt, hogy hát ő régen MSZP-s volt, de hát most már
csalódotta, ugyan a magyar emberek is mind csalódtak a MSZP-ben, és most már a Fideszben látja. És hát, annak, hogy ő így megvallotta azt, hogy a magyar emberekkel együtt pártolt át, ez nem bizalomvesztést eredményezett, mondván, hogy hát egy napraforgó vagy öreg, köpönyekforgató vagy, szavat szart sem ért. Tehát nem ez lett, hanem az lett, hogy hát hűséges ember. Hűséges mihez? Magyarországhoz. Akkor az MSZP volt Magyarország, most a Fidesz Magyarország. Ez mindig így történik, de ők mindig a politikai fordulatot követik. Tehát figyelik a társadalmat, figyelik a közvéleménykutatásokat, látják, hogy merre tendál a társadalom, mi készül a következő választáson, és ők ahhoz sorolnak. Biztos vagyok benne, hogy a gazdasági elitben elkezdődött egy átszivárgás, még nagyon óvatosan, még korán van ehhez. Meg ugye itt egy rendszert kell leváltani, nem egy kormányt. Tehát azért ez hosszabb ideig fog tartani. Nem, a kormányváltással nem fog megvalósulni a rendszerváltás. Az még meg lehet, hogy egy ciklus, meg lehet, hogy több ciklus ideje alatt tud lezajlani a tényleges rendszerváltás, de az biztos, hogy a rendszerváltás első lépése az ellenzékváltás már jóformán megvalósult. Az ellenzéknek azok a pártjai, amelyek már nincsenek, de még látszanak, olyanok, mint a igen, olyan csillagok, amelyek már réges-régen nincsenek, de a fény még utazik, tehát még nekünk az az élményünk, hogy még léteznek. A következő lépés az nyilván a kormányváltás lesz. Így vagy úgy, menthetetlenül, mert ugye ez a rendszereknek a sorsa, hogy mi születik, az meg is szűnik. És majd csak aztán lehet a rendszerváltásra lépni. Tehát, és ugye az ellenzéknek a nagy szélhámossága az volt, hogy ők át akarták ugrani az ellenzékváltást, és azt mondták, hogy arra váltjuk le Orbán Viktort, amire leváltották a magyarok, akit leváltottak a magyarok Orbán Viktorra. Tehát a problémát visszahozzuk, mert hogy Orbán Viktor lett a probléma, és akkor mi lettünk a megoldás? Akik a probléma voltunk, amire Orbán Viktor volt a megoldás? És a magyaroknak ez nem kellett. És újra nem kellett. És újra nem kellett. És csak várták, hogy jöjjön valaki, akiből a megoldást komolyabb képpel ki tudják nézni, és amint jött valaki, elengedték ennek az ellenzéknek a kezét, mert megértették, hogy valójában ez az egész politikai osztály úgy, ahogy van, egyetlen nagy felelősség terhe alatt áll, és ez a hatalmas felelősség, ez az komplett köztársaság szétverése. A politikai osztály fele az a köztársaság szétverését végezte, a politikai osztály másik fele meg beült a köztársaság roncsába, és formált a helyén egy önkényuralmat, és annak a haszonélvezője lett. Tehát a felelősségük közös ebben. És azt hiszem, hogy ebben már legalább van egy szemernyi konszenzus az ellenzéki társadalom zömében, és a ellenzéki politika az ellenzéki társadalomnak a gondolkodását, az attitűdjeit gyártja és tömeggyártja és abból gyárt társadalmi élményt, meg kulturális élményt. Tehát valójában ezeknek a pártoknak a bukása olyan, mint egy előjel. Egy nagyon rossz előjel a Fideszre nézve, hiszen hát egy alomból valóak. A Lányi András volt múltkor a vendégünk, és úgy fogalmazott valahogy, hogy a választók, legalábbis az ellenzéki választók, ellenzéki szavazók boldogan hátradőltek, megvan az anti-Orbán, ilyen Magyar Péter, és ugye ebben most az irónián túl azért van egy hát mondjuk baljós előrejelzés is, mert hogyha hátradőlnek, akkor az azt is jelenti, hogy nem tesznek esetleg annyit, amennyit mondjuk Magyar Péter vagy a Tisza párt várna. Erről mit gondolsz mondjuk az utca visszaszerzése szempontjából? Tehát, hogy Magyar Péter tudja úgy aktivizálni szerinted a tömeget, mondjuk nyilván ez szerdán 23-án azért vélhetően eldől, amit most ugye előre még nem látunk, de pont ezért kérdezem, hogy látod a felbukkanása idején és az azt követő egy-két hónapban látott tömegrendezvények visszajöhetnek, látsz erre esélyt? Szerintem igen.
Ott a Kunigunda utcában nem voltak sokan. Tehát a Kunigunda utca nagyon kint van ám. Mm. És azt autóval nem is lehetett megközelíteni, ott lezárások voltak, mert az emberek vonultak. Tehát akkor az volt a feladvány a magyaroknak, hogy a tömegközlekedést nélkülözve gyalogoljanak 15 kilométert a lakóhelyükről, vagy a városközpontból kifelé, és aztán meg vissza. Mm. Hát most ennyien mentek oda ki ezért. Tehát szerintem egyébként ez a közmédia előtti tüntetés, ez egy ilyen 2006 retrózás, és szerintem egy pótcselekvés, és szerintem nagy tévedés egyáltalán a közmédiával foglalkozni, meg ez valójában a 2006-os TV-ostromnak a újra melegítése, mert hogy valami élmény volt akkor azt ismételjük meg. Én szerintem saját történetet kell írni, saját narratívával, saját élménnyel. De meg pont ezért vitték ki a Kunigunda utcába a tévészékházat, hogy egy ilyen tüntetés ne legyen sikeres, ne a Szabadság téren legyen, ahol sok ember össze tud gyűlni, mert közel van. Logikus, azt hiszem. De nem hiszem, hogy ez bármilyen szempontból annak a jele lenne, hogy a Fidesz visszaveszi a kezdeményezést, vagy visszaveszi az utcát. Erről jelenleg szó sincs. Most azt elkezdtem lassan azt érezni, hogy ahogyan Gyurcsány Ferencre ráégett az embersége 2006-tól fokozatosan, most, minthogyha Orbán Viktorral is a széles társadalom szemében valami hasonló zajlana. Csak mivel Orbán Viktor egy sokkal nagyobb formátumú politikus, mint Gyurcsány Ferenc, ezért Orbán Viktor egy sokkal nagyobb színpadon játszotta el a maga színművét, mint amint Gyurcsány Ferenc. Tehát Gyurcsány Ferenc egy homokozóban a kislapáttal szórakozott az Orbán Viktorhoz képest, aki egy nagy európai színpadon adja elő magát, sőt, hát globális tényező Orbán Viktor a Kamala Harris és a Donald Trump vitájában kétszer hangzott el a neve Orbán Viktornak. Ilyen korábban nem létezett. Tehát Orbán Viktor jelentősége meg Orbán Viktor formátuma messze meghaladja, ezt nem szabad eltagadni, messze meghaladja Magyarország gazdasági, politikai vagy lélekszámbeli jelentőségét. Hát, ennek megfelelően a hitszegése is súlyosabb. Tehát az, amit az Orosz Szövetség képében a jobb oldal torkán lenyomott, amit a jobb oldallal, a jobb oldalisággal formált, az egy identitás merénylet volt a jobb oldaliság ellen. Nem véletlen, hogy milyen pusztítóan ég rájuk az Orbán Balázsnak a kiszólása. Mert ha valami a jobboldaliságot reprezentálta Magyarországon, az pont az antikommunizmus volt, és pont az oroszokkal szemben a nyugati civilizációnak a védelmezése, és az ahhoz tartozó identitás. Ezt ő kiforgatta, és miért? Mert valahol a Jobb Janka székházban van róla valami akta, ami nem kéne, hogy kikerüljön. Szóval, ehhez rendeljük mostantól a nemzeti identitást. Tehát az lesz a nemzeti identitás, aminek megfelelően éppen zsarolják Orbán Viktort az FSB-től. Ez így megy. Tehát, és akkor ezt kéne lenyelni, és ezt kéne a jobboldaliság identitás csomagjába illeszteni. Hát nehéz ügy. Szóval az a helyzet, hogy az Orbán Viktor nagyobb formátuma egy sokkal nagyobb nemzeti károkozást, és egy sokkal nagyobb szégyenbélyeget érdemel, meg generál. Csak hogy Gyurcsány Ferenc az mégiscsak ennek a rendszernek a megácsolója volt, mégiscsak a rendszer közvetlen előzménye volt, tehát elidegeníthetetlen, és az magától a NER-től,
A NER-nek a pillére és a kiesése jól láthatóan nagyon érzékenyen érinti a Fideszt. Szóval az a helyzet, hogy most kéne elmagyarázni azoknak a jobboldaliaknak, akik eddig már érzékelték, hogy a jobboldali értelmiségnek a kezét elengedte a Fidesz, és szövetséget kötött a roncstársadalommal a középosztály ellen. Ezt érzékelték nagyon sokan jobboldaliak, mélyen jobboldali gyökérzetű emberek. De az volt az ultimate reakció erre, hogy miért, és akkor kire, akkor a Gyurcsányra? És ez azért elég meggyőző volt, mert hát azért a Gyurcsányra mégsem. És akkor mégiscsak az Orbán Viktor. És az eltelt így jó pár ciklus. Na most van az, hogy ezt már nem lehet föltenni, ezt, hogy mégiscsak a Gyurcsányra vagy, akkor a Gyurcsányra kéne. Hanem akkor most ezzel, ezt a mondást kéne fölváltani azzal, hogy akkor a Magyar Péterre. És most azt kéne érezni, amikor ezt mondja, hogy most miért is akkor a Magyar Péterre szavazzak. És azt kéne érezni, mint amit a Gyurcsánynál kellett érezni. De ez nem megy. Nem megy. Mert a Magyar Péter az nem Gyurcsány. Mert a Magyar Péter az nem követte el azt, amit a Gyurcsány. És most próbálják legyártani a Gyurcsányt Magyar Péterből erőlködve, de hát egy média hazugság mindig csak akkor működik, hogyha ott van a valóság mag. Ott van a mélyén a valóság mag. Ezért működött a bevándorlás retorika, ezért egy csomó narratívája a Fidesznek azért ment át a társadalomba, mert ott van a mélyén a valóság mag. Az összes kultúrharcos topikjuk attól működik, hogy ott van a mélyén a valóság mag. Ennek nincs valóság maga mélyén. Nincs. Tehát az, hogy most vissza kéne rettenni Magyar Pétertől, és inkább maradjon Orbán Viktor, hogy kell ezt átélni? Kinek? Ki tudja ezt átélni? És persze, akik nagyon-nagyon elkötelezettek, azok minden nap elolvassák a Magyar Nemzetbe, hogy mit kell gondolniuk, és azok tudnak így igazodni, de hányan vannak? Ők fogják megtartani a rendszert? Nehéz elképzelni. És az a két párt rendszer, amit említettél, és ami egyre valószínű forgatókönyvnek tűnik, az hova vezethet szerinted? Meddig folytatódhat a Fidesz tábor lemorzsolódása, és hová juthat a Tisza? Tehát látsz egy olyan, ez megint csak egy sántító példa, de hogy az amerikai választási rendszerhez hasonlót Magyarországon el tudsz-e képzelni egy ilyen? Ez szerintem átmeneti időszak lesz, és csak addig fog tartani, ameddig a rendszert le nem lehet váltani. A rendszerváltás után újra kell alkotni a közjogi rendszert Magyarországon. És ahhoz megint majd fog tartozni egy pártrobbanás, mint amilyen 90-ben volt. Sok-sok-sok új párt fog alakulni, és ott megint egy evolúció lezajlik, egy csomó kis párt kihullik, és akkor majd bizonyos pártok meghatározóak lesznek, akkor ezek a pártok majd felosztják a politikai teret jobb oldalra és bal oldalra, vagy jobban és liberális pólusokra, és akkor majd kibontakozik egy új, mondjuk egy negyedik köztársaság, mondjuk, ha az köztársaság lesz egyáltalán. Tehát ezek a perspektívák. Ha megmaradna a NER közjogi rendszere, és megmaradna az ahhoz tartozó választási törvény, ami fogalmunk nincs, hogy mi lesz másfél év múlva a választási törvény, hát lehet, hogy ezekben a percekben írják át. Bármikor átírhatják. Tehát én simán el tudom képzelni, hogy nem is ilyen választás lesz. Azt is el tudom képzelni, hogy átalakítják az egész közjogi rendszert, és lesz egy prezidenciális köztársaság, és közvetlenül választott köztársasági elnökkel, amire az egyik jelölt Orbán Viktor lesz, a másik meg Magyar Péter. Mert mondjuk így látja majd a Fidesz megnyerhetőnek, megőrizhetőnek a hatalmát. Hogy ez is lehet. Tehát nem tudjuk, hogy hogyan fogja megbillenteni, vagy felborítani a csocsóasztalt Orbán Viktor, hogy mégiscsak a gravitáció erejével mégiscsak ő nyerje a meccset. Bizonyára mindent el fog követni, ahogy eddig is. De ez, erre nem lehet berendezkedni. Ez Orbán Viktor rendszere. Ha ezt a rendszer le lesz váltva, akkor annak a közjogi alapjait újra kell írni. Máshogy nem lehet.
És azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb, így vagy úgy, ennek az új korszaknak, minek az államformáját se ismerjük még, hogy most mi lesz, ennek a kereteit és a feltételeit az értelmiségnek Magyarországon ki kell kényszerítenie. Magától nem fog megvalósulni. A politikai osztály kiegészül egy újabb párttal, azok is nyilván be akarnak majd fészkelődni a hatalomba. Itt az értelmiségnek, meg a kulturális életnek kell olyan normákat támasztania, és erős szövetségben lennie a közvéleménnyel, hogy nyomást tudjon gyakorolni, hogy a következő politikai osztály, vagy a politikai osztály következő nemzedéke különb legyen, mint az előző, vagy legalábbis kénytelen legyen különb módon működni. Egy friss, viszonylag friss hír, hogy a TEK letartóztatott, illetve letartóztatást javasolta az ügyészség egy fiatal embernek, aki az államrend megdöntésére irányuló terveket szőtt. Ugye azt is hallottuk, hogy többeket elfogtak a 16. kerületben. Nagyon kevés részlet látott eddig napvilágot, tehát csak óvatosan kérdezem, de eddig ilyen nem nagyon volt Magyarországon. És nem akarom az ördögöt a falra festeni, ne is legyen politikai erőszak, de azért ennek, legalábbis ami eddig kiderült, ebben azért benne volt valami ilyesminek a lehetősége, hiszen egy védett személy ellen, egy magyarországi védett személy ellen terveztek valamit, amiről az egyébként az amerikai hírszerzés tájékoztatta a magyar szerveket. Mit gondolsz, benne van ebben a magyar társadalomban bármi ilyesmi, bármilyen politikai indítatású erőszak? Nagyon nehezen tudom elképzelni. Itt a Kádár nagyon alapos munkát végzett. Itt a társadalom háziasítva lett. Ez egy nagyon konformista nyugger társadalom. Nehéz elképzelni. Tényleg. Itt ezek a kivételek. Itt a budaháziak a kivételek. Természetesen vannak olyanok, akik hajlanak a politikai erőszakra, de én inkább azt látom problémának, hogy ezzel a társadalommal jóformán bármit meg lehet csinálni. És az elmúlt évtizedekben bármit meg is lehetett csinálni, és meg is csináltak. Más szerencsésebb történelmi fejlődési országokban ennek a töredékét nem lehetett volna megcsinálni. Itt nem az a probléma, hogy politikai erőszakot követnek el a társadalom radikálisai. Itt az a probléma, hogy az emberek 14 éven keresztül ahhoz is lusták voltak, hogy a seggüket felemeljék és kimenjenek az utcára, és demonstráljanak a meggyőződésük mellett, és erőt mutassanak, hanem közelebb volt a távirányító, közelebb volt a csülkös pacal, meg leszarták, meg nincs itt szolidaritás. Tehát, hogy ezek az emberek kétségbe esett emberek, akik valójában nem számolnak azzal a társadalommal, amiben élnek. Tehát az a helyzet, hogy ők meg akarnak váltani egy olyan társadalmat, a budaházi is ilyen, amelyik társadalom valójában nem igényli ezt. Nem igényli. Ha igényelné, hol van még attól a fizikai erőszak, hogy az ember kimegy az utcára és demonstrál, és az ember sztrájkol. Hol sztrájkolnak itt Magyarországon? Nincsenek is jóformán szakszervezetek. Tehát ez egy szervezetlen társadalom, senkiben semmi azonosság nincsen, csak a családjával, mindenki a családjának kapar, aki a vérem, az én vagyok, azzal azonosulni tudok, de aki meg nem az, azzal semmi nem köt össze. És nem is vagyok felelős senkiért. Én úgy gondolom, hogy ezek a jelek, ezek egyrészt a 20. századnak, másrészt meg a szerencsésebb történelmi fejlődésű régióknak a attitűdjéből, illetve a jelen Magyarországon tapasztalható hiányából következnek. Tehát nyugaton nem kéne fizikai vagy politikai erőszakhoz folyamodni, mert nyugaton a társadalom szándékának, vagy a közakaratnak vannak csatornái. Ezek a csatornák meg vannak ácsolva. A közakarat érvényre tud jutni. Magyarországon nincsenek meg ezek a csatornák. És ezek a kétségbe esett emberek, akik azt látják, hogy se társadalom nincs, jóformán, se
lehetőség vagy képesség nincs arra, hogy a társadalmi akaratból közrend váljon, megpróbálják a kezükbe venni az ország sorsát, vagy megpróbálják a kezükbe venni legalább a maguk sorsát. Vagy, tehát ugye fájdalmasan hiányzik itt valami, ami normálisabb helyeken működik. És ők azt teszik, amit a szerény eszközeikkel, meg a maguk meggyőződése mentén tehetnek. Nem hiszem, hogy a ilyen vonatkozásban ennek az ügynek a vádlottai meg a Budaházy György között lényeges különbség lenne. Lehet, hogy más gondolnak a világról, de alapvetően eszköztelen emberek, akik mögött nem áll senki. És abban a pillanatban, hogy feláll velük szemben az állam, még azok a néhányak, akik mögött álltak, már azok sincsenek sehol, már mind szétszélettek. Ezért nem gondolom azt, hogy Magyarországon tehát amikor Amerikában már polgárháború lesz, Magyarországon még mindig nem lesz polgárháború. Tehát az amerikai társadalom egy felfegyverzett társadalom, az amerikai társadalom egy nagyon szélsőséges közgyűlöletben élő társadalom, és a fegyveres harc szerintem igenis perspektíva az Egyesült Államokban. Én most úgy látom, hogy ha Kamala Harris nyer, akkor olyan 35%, hogy polgárháború lesz. Ha a Donald Trump nyer, akkor meg 85%. Tehát én nagyjából így látom az arányokat. Magyarországon ez a polgárháború, ez idézőjelben van. Tehát az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon gyűlöllek, és kommenteket is írok, ha kell. Na, nagyjából ennyit jelent. És ráadásul nincs felfegyverezve a társadalom. Nem úgy, mint az Egyesült Államokban. Szóval nagyon más a helyzet. És az amerikai társadalom, az amerikaiak ráadásul ott a személyes szabadság, ugye egy liberális értékről van szó, de mégis a fegyvertartásnak a jogát, meg a fegyvertartásnak az ügyét a jobb oldal foglalta be. Pedig valójában egy liberális szabadságjogról van szó. De mégis egy jobboldali normává lett, mert kultúrharcos topik, mert valahova sorolni kell. Most itt Magyarországon egyrészt nincsen a szabadságnak olyan étosza, mint Amerikában, ez a helyzet. Ennek megfelelően itt Magyarországon senki nem fog az utcára menni azért, hogy ő neki fegyvere lehessen. Itt mindenki úgy gondolkodik, hogy majd a Pintér Sándor megvéd. Hát a Pintér Sándornak a dolga, hogy megvédjen. És akkor felteszed neki a kérdést, hogy és ki véd meg a Pintér Sándortól, arra már nincsen válasz. De arra az a válasz, hogy hát a Pintér Sándortól, hát attól nem fog kelleni, hát aztól sose kell. Tehát az 20. század ilyen sztorikkal van tele, hogy ki véd meg téged az erőszakmonopóliumot birtokló despotától, aki kitelepít téged, Málenki robotra visz téged, összeír téged, koncentrációs táborba hurcol téged, lekísér a Dunapartra. Ilyen sztorikból áll a 20. századi történelmünk. Jó, de hát az már a múlt. Úgysem fog megismétlődni. Nagyjából eddig ér az öntudat, meg eddig ér a szabadságétosz Magyarországon, meg a magyar fejekben. Tehát én nem hiszem. Én őszintén nem hiszem, hogy Magyarországon valaha is politikai erőszakra kerüljön a sor. Legyen így. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a beszélgetést. Önöknek köszönjük a figyelmet, és ha tehetik, akkor támogassák a Magyar Hangot, fizessenek elő a lapra, iratkozzanak a YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon. Nagyon szépen köszönjük.